Azt mondta itt a legény a filmfelvételen, hogy van egy témája. Nekünk is van jó néhány témánk, elsősorban a P-Mobil zenekar története. És mielőtt belebonyolódunk a 40 éves, több mint 40 éves történetbe, ráhangolódásképpen én felolvasok egy kis ilyen eszészerű betétet a mobilról, nem lesz hosszú. A rock élettartalmáról tett kijelentések tudományosságát nem tudjuk szavatolni, de az biztos, a Schuster-Lowry múlna a dolog, Hendrix sosem hal meg. Az örökké valóságból a műfaj már több mint fél évszázadot teljesített. Azok az ötvenesek, akik azt állítják, hogy nem érzékenyülnek el a Hammond orgona és a torzított gitár vérfertőző nászától, vagy hazudnak, vagy nem mondanak igazat. A 70-es évek közepén a tinik vadul légitároztak a paprikás krumpliszagú konyhák sezlonyán, alába rémítve az udvaron alapot ásó sógorokat. Történt egyszer, hogy 1979-ben Battonyán a tűzoltóság melletti villanyoszlop transformátorára valaki ráírta, hogy rock. Így nagy betűkkel. Ezt minden nap láttam iskolába menet, és minden nap eszembe jutott. A rock majdnem olyan veszélyes, mint kinyitni a felirat mögötti kapcsolószekrényt. A P-Mobil viszont nem úgy volt veszélyes, ők egyszerűen szórakoztattak, igaz nem úgy, ahogy Honti Hanna, hanem úgy, ahogy a Deep Purple. Kiállt néhány torzomborz fazon, kicsit felpörgette a rockzenét, és ez mindenkinek jól esett. Bencsik Samu pedig bebizonyította, hogy a levágott csövű Riff Farmer Jackie mellett egy jól eltalált gitárriff is öltöztet. Schuster-Lowry volt az egyetlen rocker, akinek nem csak a harcsabajú szállt jól, hanem a húsprofoló is. Talán erről is beszélünk majd. Szeretettel köszöntök mindenkit, elsősorban Lowryt. Erőt, egészséget! Beszélgetésünknek különös apropót ad ez a hanghordozó, nagyon ronda szó, egy hármas CD pak, amely 76-79-es éveket tartalmaz, ezek az úgynevezett Wikidál évek. Elsősorban ezzel a témával készültünk, és indítanám is onnan a beszélgetést, nem is 79. május 1-től, vagy április 30-a, amikor is ugye a Gyula utolsó fellépése történt itt néhány méterrel odébb, hanem indítom 86 elejétől, amikor is a klasszikus P-Mobil, bár mindegyik P-Mobil klasszikus, feloszlik. Ennél a lemeznél, ahogy összegyűjtötted ezeket a demókat, hát nyilván az emberben felsejlik a kérdés, hogy 86-ban nem gondoltál arra, hogy te tulajdonképpen akkor most elástad a kincseket, vagy volt valami szándékod azokkal az archív felvételekkel egyáltalán, hogy tekintettél az eredeti bíbor lepkére, a hajszára, az összes többi dalra, hogy akkor ezt most bezártad egy szekrénybe, és akkor ezek nem kerülnek elő soha, vagy milyen lélektani pillanatban élted ezt meg, vagy hogy gondoltál ezekre az archív anyagokra, amelyek most 30 akárhány év után megjelentek? Hú, nagyon sokat kérdeztél egyszerre. Úgyhogy át is ugrom. Igen, azt szoktam egyébként, az akármit kérdeznek tőlem, mindig azt mondom, amit én akarom. De nem, tényleg válaszolni fog, de először a Vas Norbi azt mondta, hogy a könnyű zene iránti érdeklődőket, most a rock zene az nem könnyű zene, ez az első, ezt szeretnék tisztázni. És ugye nagyon sok meghatározását ismeri már a szakirodalom, de azt, amit nekem mondott egy angol zenész, aki egyébként egy angol srác, aki egy zenekar mellett ródott Lengyelországban, akikkel mi együtt játszottunk. Éppen nem volt munkája, és így gitárród volt, és néhány liter vodka elfogyasztása után elmondta nekem, hogy mi az igazi rock zene. És megfogta a kezemet, ott a kezdet, de nem csak így megfogta itt a csuklónál, és jól megszorította azt, hogy ez a rock zene. Tehát amikor különböző múzeumokat csinálnak rock múzeum címmel, akkor eleve már fölmegy a pumpám, mert milyen rockzene a Korda Gyuri bácsi, vagy az összes többi, szóval kiméljenek meg ettől, semmi bajom a más műfajokkal. A rockzene az olyan, mint a
vegyünk például paradicsomleves, vannak olyan szakadárok, elhajlók, opportunisták, meg minden, nem sorolom a jelzőket, akik a paradicsomlevest egy marék cukorral eszik. Én meg úgy szeretem, hogy egy kicsit pikáns és borsa. Megvan a különbség? Na jó, akkor lehet nyomnyugni rajta. Következő. Tehát a kérdésekre válaszolva, amit úgy rám zúdítottál, az volt a lényeg, hogy az akkori lemezgyári vezetés, továbbiakban Erdős Péter és bandája, minden áron megakadályozta, hogy a POB-nak lemeze legyen. Ez, ha érdekel, akkor ezeket elmondom majd, hogy ezt hogyan tették, de a lényeg nagyon egyszerű volt, mert azt mondták, hogy a POB nem lemezképes, nem tudunk stúdióban felvételt csinálni, és nem tudom, mindenféleket mondtak még a velünk kapcsolatban, rossz irányba neveljük a magyar ifjúságot, ez igaz, de a lényeg az, hogy az irány az csak nekik volt rossz, mi jó irányba voltunk, ők voltak rossz irányba. És akkor azt mondtam, hogy vegyük fel ezeket a zenéket, és nagyon fontos, hogy az akkori műszaki technikai körülményekre jellemző módon ezeket, amiket ezen a tripla CD-n hallhattok, ezeket egy négysávos Uher Magnóval vettük föl. Ami azt jelentette, hogy egyrészt el kellett hozni az Állami Balett Intézetből, mert ott volt ilyen Magnó. A technikus az, aki nálunk dolgozott, az ott is haknizott, és így elkérte. Másik, hogy ezeken a felvételeken nem volt javítási lehetőség, tehát 1-2-H4, ment a szalag, és egyetlen egy dolgot lehetett csinálni, hogy abban a bizonyos közép részben, amikor nincs ének, oda szólózni lehetett. Tehát az a sávban lett följöve a gitár szóló, vagy az orgona szóló, amikor nem volt ének. Tehát ezek azért hihetetlen jó felvételek, mert ezek úgy 1-2-H4, és így rögzült, ahogy van. Természetesen kiderült, hogy lemezképesek vagyunk, és a többi, mindegy. És azért tartom fontosnak, hogy ilyen 36-39 éves felvételeket kicsit felújítva ki tudunk adni, és ez egy sorozatnak az első része, mert hogyha az akkori magyar médián múlt volna, meg egyáltalán az elmúlt évtizedekben, akkor a P-Mobilnak nyoma se lenne. Akkor az lenne, hogy a Neoton együttes az világhírű volt, de erre mindig az jut az eszembe, hogyha az Erdős Péter ugye belém lett volna szerelmes, akkor mennyi levezünk lehetett volna, hogy megnyertük volna a Yamaha fesztivált is, meg minden. De hát nem, hát a nőket szerettek, na mindegy, szóval... Régi szép idő. Hagyományos szexuálkor. Nem, mert azt hiszik az emberek, hogy a korrupció csak úgy néz ki, hogy átadnak egy nokiás dobozban átadnak 100 ezer forintot, vagy 10 milliót. Nem, van szexuális korrupció is. És hát ezt nem részletezem, hogy milyen formái vannak, de a lényeg az, hogy a korrupciónak nagyon sok fajta változata van. És hát az Erdős Pétert ugye rabul ejtette az Éva, és a volt feleségével és a kutyájukkal éltek békében és barátságban, amíg meg nem halt egy műtőasztalon. Tehát visszatérve az alapra, igen, fontos dolog az, hogy létezett a P-Mobil, és ez a tripla CD, ez nem csak a P-Mobil történetének egy lényeges része, mert ez még Vikidár Gyulával, Bencsik Samuval, Cserháti Istvánnal és Lengyel Gáborral lett fölvéve, és ez közülük már a Cserháti Bencsik és a Lengyel Gabi, aki most egy pár hónap ezelőtt hunyt el Németországban, aki hegedült és gitározott. Ez egy korszak volt, és ez nem csak a P-Mobilra jellemző és a P-Mobilt jelzi, hanem azt a kort is, amiben ez készült. Tehát nagyon fontos, hogy volt abban az időben rockzene Magyarországon, volt P-Mobil, és népszerűek voltunk. Halott, ennek a médiában nincs nyoma. És ezt már többször elmondtam már, van egy sorozatunk a Music Médián, ahol különböző dolgokról beszélgetünk a hegedűs gyerekkel, és a lényeg az, hogy én ezt már elmondtam már, hogy amikor megcsinálják a Petőfi TV-t, például. Hát csak azt lehet lejátszani, amit akkor fölvettek. Amit nem vettek föl, az nincs. A nagyobbik baj az, hogy a szerkesztők azok azt sem keresik meg, ami van. Például nekem, meg egy-két csapatnak, komoly dokumentáción, hangban is, képen is. Tehát tudnának játszani, de lehet, hogy nem jut az eszükbe.
Egyébként, hogyha már itt tartunk, én sok szeretettel köszöntök mindenkit, még mielőtt elfelejtem ezt. De ha már itt tartunk ennél a tripla CD-nél és ennek a sorozatnak az első részénél, nekem már rögtön az jutott eszembe egy kérdésként, hogy ezen a lemezen, illetve ezen a pakkon, lehet ilyet mondani, egy csomó olyan szám van, ami időközben, mint egy metamorfózison ment keresztül. Legalábbis, ami a szövegvilágát illeti, mindenképpen, de azt hiszem, hogy még zeneileg is. Ott van a Lőrem című szám például, ami ugye aztán később a 81-es Mobilizmó nagylemezen már Billy a kölyök címmel jelent meg, és ugyanúgy a Varjudal című szám is átalakult. Egy picit erről szeretnélek én téged faggatni, hogy milyen volt a korabeli, tehát a 70-es évek második felének az a pártállami ellenőrzés, az a cenzúrája, ami erre vett benneteket, hogy megváltoztassátok a számokat, illetve a kérdés úgy is feltehető, hogy emiatt változtattátok meg a számokat? Nem. A lényeg rögtön a végére válaszok, hogy nem. Ők magam azt mondták, hogy ez a szám ezért nem jó, az a szám azért nem jó, akkor maradt még három vagy négy szám. Arra azt mondták, ez fölmehetne a lemezre, de mind a négy szar. Tehát körülbelül ez volt a technológiájuk, és ami érdekes volt, például a Rocktober című szám. Hát nagyon zavart őket az, hogy Rocktoberben születtem az átrallás. De most a számnak az lett a címe, hogy az út másik felén, de gyakorlatilag a szám szövegében benne volt. Vagy a Transzilvánia című számunk, aminek három szöveg változata is volt, és próbaként írattam egyet a Dínyés gyerekkel, a Dínyés Jóskával, egyet meg a Boros Lajossal, aki akkor lemezgyári alkalmazott volt, és kiderült, hogy teljesen mindegy, hogy ki ír számot Erdélyről. Az volt a lényeg, hogy nem lehet Transzilvánia címmel számot kiadni Magyarországon. Hát nagyon lényeges volt, hiába a Boros Lajos volt, akkor valamilyen könnyű zenei főnök volt, nem, Transzilvánia nyert. És akkor így lett Metalmania. A Metalmániánál is az volt a helyzet, hogy megírtam a szöveget, és akkor benne volt az, hogy az ágyamban fogatlan lány, vagy rongyfogú, nem, az ágyamban rongyfogú lány. Na most megpróbálom ezt filmon fogalmazni, a külvárosban rongyfogúnak írták azokat a csajokat, akik orális hercegnek voltak, és a sok munkától kihullott a fogok, és így nem tudtak fogazni. És az Erdős Péter, lehet, hogy valaki megsújta, hogy mit jelent, de egy csomó dolgot nem értettek, hogy miről van szó egy számban. Tehát nem ismerték a külvárosi szlengét, nem tudták, hogy milyen vakerok vannak és hogy mit jelent. A gyerekek tudták. És csak ilyen is ehhez hasonló apró változtatások voltak. De amikor az Erdős és bandája eltűnt, akkor rögtön visszakapta a szám az eredeti címét. Csak akkor meg azért kellett küzdenünk, hogy az út másik felén című szám, tudjátok, az a Rocktober, mert akkor már valamilyen szinten rögzült. Vagy egyáltalán arra a zenére, ami a Transzilvánia zenéje volt, arra készült egy Transzilvánia című szám, ahogy ezt mondtam. Most gyakorlatilag ugyanazt a számot eljátszhatjuk két szöveggel is. Mind a kettőt szeretik. Sőt, előtt eszembe, hogy Erdős Péter egy házi fejezésében azt írta rólatok, hogy hát azért nem lehet lemezünk, mert ugye hiába akar engem megszivatni a Schuster Lórán, a koncertjeikre az eredeti szöveggel játsszák a számokat. És így aztán nem lehet nagy lemezt a P-mobilnak. Ez egy hülyeség volt, hát az ember azt játssza, ami éppen van. Természetesen. Most nem. Ezt ő írta. Persze. Mit tudom én, az Adam is annak szóba került. A Várszegi Gábor akkori felesége, a Huszár Erika írt is három szöveget. A Simri Show című számnak például ő írta a szövegét, de volt két Wikidál szerzemény, amit, ahogy a Gyula elment a zenekarból, rögtön levettük a Bencsikkel a műsorról, mert nem részletezem, hogy honnan merítette, mindegy. Szóval a lényeg az, hogy voltak különböző egyéb szempontok is, de a lényeg, hogy mindig az utolsó változat az a legjobb. Ez viszont, most ezt hallgatva ezt az anyagot, mert ugye elég sokat dolgoztunk vele, egy csomó jó ötlet van. Tehát most nem arra gondolok, hogy az egész számot fenekestől föl kell forgatni, de vannak nagyon jó vokál megoldások, egy jó átmenet vagy valami. Tehát most elképzelhető, hogy a jövő évi anyagban egy párat ezekből a régi anyagból, hangszerelésben, ötletekben visszateszünk az adott számba, de nem fog megváltozni se a szöveg, se a zene. Egyébként, amikor ugye 1977 elején elkezdett dolgozni a Dologi Lemezgyár,
Azért ez valamilyen szinten azért összefüggésbe hozható azzal is, hogy egyre többféle együttesnek lett lemeze. Ugye ti akkor még parkolópályán voltatok, de végül 78-ban, ha jól tudom, megjelent egy kis lemez. Arra szeretnélek kérni, hogy arról mesélj egy kicsit, hogy az az időszak, ami 78-tól, mondom én ezt egy enyhülés, de lehet, hogy te ezzel vitatkozol, de végül is, ami oda vezetett, hogy 1981 őszére végül is lett a P-Mobilnak nagy lemeze, ez hogyan csapódott le nálatok? Volt olyan, hogy beívott benneteket az Erdős Péter és megkérdezte azt, hogy na Lórikám, akkor hogy álltok a legújabb repertoárotokkal? Vagy hogyan csapódott le ez a zenekar életében, és természetesen a te személyeden keresztül a zenekarvezető életében kezdtétek érezni, hogy nyílnak már azok a bizonyos kapuk, vagy pedig hogyan jutottatok el az első nagy lemezig? Ez az Erdős Péterrel való kapcsolatunk a közös utálaton alapult. Ő utált engem és a zenekart, mindenki utáltak őt és az egész lemezgyári magást. Most azért, hogy színezzem a történetet, azért elmondanám, hogy a Bors Jenő, aki a lemezgyári igazgatója volt, az nem volt más, mint a Landwehr Jenőnek az unokája. Nem tudom, hogy ez a fiataloknak jelente valamit. A Landwehr Jenő az egy komoly kommunista volt, nem is kommunista, bolsevista volt. Mindegy. Az Erdős Péterről meg azt kell tudni, hogy az 50-es években újságíró volt, de tagja volt a Nagy Imre csoportnak, amelyik bemenekült a forradalom leverése után a jugoszláv nagykövetségre. És a jugoszláv nagykövetségről, amikor a jugoszlávok kidobták a Nagy Imréjéket, és az oroszok elkapták őket, ugye Mátyásföld, és utána vitték őket Romániába, majd a tárgyaláson. Egyetlen egy ember nem volt azon a buszon, Erdős Péter, mert ő egy személygépkocsi csomagtartójában meglépett korábban. Tehát nem akkor kezdte a kavarást. Tehát ezek voltak a lemezgyári szakemberek. Egyébként az egész lemezgyárban csak ilyen arcok voltak. Belügyes, Ávós és a többi és a többi. Sőt, mi több, a Bors Jenőről azt kiderítették, méghozzá Kéri Edit, aki írt egy könyvet az 1956-os Kossuth téri sortűzről, és ott megemlíti, hogy Bors Jenő része volt annak a részben partizánokból, részekben belügyesekből és hitű kommunistákból álló csapatnak, amelyik a környező házak tetejéről közel 1000 embert lőtt agyon. Főleg gyerekeket, asszonyokat, idős embereket. És természetesen hát ez volt a Bors Jenő. Benne volt többek között Földes Lászlónak az édesapja is, aki 1956-ban belügyminiszter helyettes volt, és ő erőltette a kemény fellépést, ami történész, hogy az... Ugye, katonai bizottság elnöke volt, tehát ez a lényeg, és aztán ami érdekes volt, mert még ezt muszáj elmesélni, csak azért, hogy ne csak a felszínt karcoljuk, hogy Kéri Editkének megjelent egy könyve, idős hölgy, és Földes László alias Hobó felírta őt, és hát a hölgynek volt annyi érzék, hogy magnóra vette az egész beszélgetést, mert a Földes László, a Hobó hosszú perceken keresztül szinte a kurva anyját és küldte el a mindenhova, hogy hogy mer ilyet írni az apjáról. Semmi, ő azt írta meg, amit kibányászott nagy nehezen, nem könnyen, kik voltak benne, és ott a Földes apuka is fönt volt a tetten, és ő is lődözött. Na mindegy, tehát ennyit a lemezgyárról. De egyébként a Vörösmarty téri székházban, az Interkoncertnél, az összes intézménynél, ami volt, a rádió, televízió, volt belügyesek, ávósok és mindenféle bukott tetvek lavíroztak. Tehát volt olyan, hogy az Interkoncert igazgatója reggel ott álltunk, hogy indulunk Lengyelországba, és nem volt hajlandó aláírni, csak délután 3-kor egyetlen egy firkantás, hogy elinduljunk Katowicébe vagy Bucsba egy bulira. Hát azért, mert ő egy bukott nagykövet volt, betették oda, és hát méltatlan volt neki, hogy most egy P-Mobil együttesnek a papírját aláírja. Na most, tehát visszatérve a lemezgyárban, egyetlen egy ember értett a zenéhez, aki a komoly zenével foglalkozott, mert ugye ott Kottát kellett ismerni, meg hát ugye Bartók, Kodály népe és a többi, tehát ott az az egyetlen egy ember volt, sajnos nem emlékszem már a nevére, egy nagyon kedves idős úr. Nádori Péter, nem? Nádori Péter én. Nem. Ő a genyák közé tartozó. Ő is komoly zenébe foglalkozott, csak ott. Hát lehet, hogy érintőlegesen, de... Na
látom már hengedűt, jó, szóval. De szóval, hogy tudjátok, hogy ezekkel az emberekkel kellett valamilyen módon tárgyalni, beszélgetni. Most azért gondoljátok még, hogy ebben a helyzetben hogyan lehet lemezt csinálni. A dorogi lemezgyárnak a kapacitása az gyakorlatilag konkrét és meghatározott volt. Tehát ahány műszakban dolgoztak, annyi nagy és kis lemezt tudtak préselni, nem beszélve arról, hogy a nyersanyagot azt valutáért nyugatról vették. Na most mi volt ebben az érdekes, hogy ezt a bizonyos kapacitást, nyersanyagot és termelőkapacitást el kellett osztani a Bangó Margit és a Piramis és a Jazz és a Bartók és mindenki között, mert mindenki vernyagott, hogy nekem is kell lemez. És ebben benne volt a gyereklemez, a magyar harangokról szóló lemez, minden benne volt. Na most, mi történt? Ugye voltak két oldalú megállapodások a Szovjetunió, a baráti Szovjetunió és a baráti Magyarország között. Ugyan átmentünk a határon is gépbiztos katonák, meg szovjet drót, meg minden, de baráti országot. És a lényeg az, hogy a szerződések értelmében voltak ilyen csereprogramok. Például a Szovjetunió című újság minden fodrásznál le volt téve, olyan papírra nyomták, amit nem is láttuk. A csajok annak idején nyakláncot csináltak a színes papírból, de annyira menci volt. Na mindegy. És akkor átküldtek 100 000 Alla Pugacsova nagylemezt. Nem tudom, hogy hallottam már valaki Alla Pugacsovát. Én egyszer belehallgattam, de hát nem is én még aránylag bírtam, de láttam, hogy a virág vázában lévő virág kezd lekonyulni, és kezdett izen. Pedig az a Natasa című szám az annyira jó volt. És a Leander kezdett helvá, egy-két levelem már lehulladom, hogy gyorsan kikapcsoltam. Na mindegy, ebből 100 000 Na most mit csinált az Erdős Péter? Ezt a 100 000 darabot ugyanúgy volt, a nyersanyag miatt bedarált. Tehát nyersanyagot csináltak belőle. És ebből a nyersanyagra nyomtak 100 000 darab neotont. És kiküldték a cserébe, hát köszönjük a kedves eltársak, nagyon jó az az Alpugacsova, aminek küldtük helyette 100 000 neotont, amit másnap a gumárvázban eladtak 2 perc alatt. És akkor még csináltak még 100 000, és kiderült, hogy a neotonnak már 200 000 lemezzel fogyott el, úgyhogy meg sem bocsantak. Szóval így működött a világ. Na most, tehát ennyit azért tartottam fontosnak elmondani, hogy itt az itt ülök, nehogy azt gondolják, hogy könnyű volt tárgyalni. Kis rések voltak a rádió, a televízió és a média, voltak rendes főszerkesztők, helyettesek és a többi. Tehát lehetett lavírozni, és az ember megpróbált megjelenni különböző úttörő műsorokban, különböző rockzenéhez nem közeli újságokban, Dörmögő Dömötör és többiekben, és a gyerekek így nézték, hogy és mi van akkor, mi a Dörmögő Dömötör, ezt ismerem is, ezekik. Na mindegy, szóval ahol lehetett szivárogtunk, de a lényeges az, hogy a lemezgyár egy belső bizalmas jelentésben leírta, hogy a P-mobilnak annak ellenére nem adják ki a lemezét, hogy teljes nagy lemezni használható anyagot adtunk le. És ez egy élő adásban derült ki. Azért gondoljátok el, mondjuk itt ülünk, mi vagyunk az élő adás, Kertészeti Egyetem, Göcei Zsuzsinak a műsora. Erdős Péter ott ül kettőre tőlem, azért nem ültettek egymás mellébe, hát a lábazom, és akkor lényeg az, hogy a vállam, azért ezt nem is mondom. Szóval, és állította, hogy hát mi nem adtunk be anyagot. És akkor dramaturgiailag megtervezve, mondom, akkor jó, akkor most én szeretnék valamit is. Szemközti ajtó kinyílt, bejött egy 130 kilós róda, akkor volt mint egy cserépkája, táskával, zárkombinációval nyitott a kombinációt, kivett belőle egy-két gépelt oldalt, és felolvastam ezt a lemezgyári belső bizalmas anyagot. Az erdősbe közben volt, hogy honnan van ez, és kitől kapta meg, de hát kiment az éterbe, hogy hazudtak, és hazudtak, és hazudtak, tehát ez volt a gyakorlat náluk. Csak onnantól kezdve már nem tudták különösebbképpen tartani, de, és itt jön megint egy érdekes történet, az Erdős Péter átadta az első nagylemezt, nagyon örültem neki, és közölte velem is a Cipán Györgyel, mert vele voltunk bent együtt, és azt mondta, hogy hát gratulálok a lemezhez, meg bla bla bla, de még nagyon sokat tudunk ártani, ha nem ott csinálják, hogy mi mondjuk.
Hát ez minden, nem nyomnak, új, utána vele, és a többi. Aztán jöttem kifele a Vörösmarty térről, és pont jött Radics Béla a slepével, és akkor nekiadtam ezt az első lemezt, amit akkor a kezembe kaptam. Úgyhogy sajnáltam is, hogy nem is. És Lóri, amikor ezt az anyagot utólag gondoztátok, kevertétek, végülis nagyon-nagyon sok időt... Keverni, bocsánat, már nem kevertük, csak vannak ilyen programok, amivel javítani lehet a dinamikán, basszus, közép, mély, magas. Tehát amikor ezt a utómunkát csináltátok, akkor végülis nagyon sokat voltál úgymond egy légtérben Viki Dágyulával, hogy úgy mondjam, így némi képzavarral élve. Miután ez a lemez megjelent, valamennyire ez a bizarr viszony rendeződött, küldtél neki anyagot, egyáltalán jelenleg most milyen a nexus, végül is pont a Gyula évek jelentek meg, úgyhogy ezt mindenképpen fel kell tennem, ezt a kérdést. Hát az első az, hogy nem Gyula évek, hanem ez a P-mobil évek, mert mondom, akkor Becsik Samo volt, még Cserháti volt és a többi, és ők aztán később elmentek, aztán végleg elmentek, de a lényeg az, hogy egy korábbi alkalommal én már tettem kísérletet, hogy ezek az anyagok megjelenjenek, sőt, a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat kiadta három eredeti nagylemezt bónuszokkal, és azokból már angol és magyar nyelvű demók már voltak rajta. Nem az összes, mint ahogy most itt van. De akkor a Viki Dágyula írt egy levelet a kiadónak, hogy Schuster Lóránt az innen-onnan összelopott felvételekkel házal. Ugye nagyon sokan jelentettek róla, tehát ugye több tucatnyi 3x3-as ügynök volt. De felvetődik a kérdésben, nem is, talán másokban is, hogy amikor ugye 79-től 5-6 éve keresztül Wikidál is jelentett ugye rólatok, nem volt ebben egyfajta konkurenciaharc, vagy egyfajta féltékenység is? Nem azért jelentett rólatok olyat, amilyet, mert ő szerette volna a Dynamitnak meg a P-Boxnak megcsinálni azt a teret, amit egyébként a P-Mobil már kiásott magának, hiszen ő 10 éve korábban kezdte a működését. Igen. Na most az ügynök dolgokról annyit, hogy nagyon sok egyszerű ember, ezt én általában hülyéket szoktam így hívni, tehát nagyon egyszerű ember, azt mondja, hogy hát vajon mit jelentettek rólatok? Két csajt eldugtál a teherautóban, vagy miről lehet jelenteni? Na most a jelentésekből kiderül, hogy az akkori belügyminisztériumnak és a különböző alkalmazottaknak, akinek a csúcsponton több mint 100 000 alkalmazottja volt, ezek belügyi dolgozók voltak, főállásúak, ilyen-olyan 3x3-as, 3x4-es, 3x5-ös, különböző kategóriák voltak, tehát több mint 100 000 embernek az volt a dolga, hogy jelentsen, figyelje meg az összes többit. Hozzá kell tennem még, hogy a vezetők, és általában a vezetők pártagok voltak, azok nem voltak beszervezett, de nekik kötelező volt jelenteni. Tehát mondjuk a felső Zsolcai Művelődési Ház igazgatója minden héten, vagy amikor szóltak neki, írt egy hangulatjelentést, hogy felső Zsolcán mi a véleménye Marinének, hogy 5 forinttal drágább lett a cukor, vagy 50 fillére. Na tehát visszatérve a besugó kérdésre, hogy rengetegen dolgoztak ebben a műfajban, egy zenekarok belül volt, hogy két besugó is volt, egymástól is jelentettek, behozott 10 farmert, a másik meg hozott egy lemezjátszót, és mit olyan jelent, hogy nem vallottam a vámat, és a többi. Na most ugye az volt a kérdés, hogy mit jelentettek, és ugye sok egyszerű ember azt mondja, hogy hát nem jelentettek még semmit, most minek szívod magadat. Na most rólam például a Viki Dágyula a következőt jelentett egy alkalommal, hogy a Mein Kampfot olvasom, ez igaz volt, és hogy Hermann Göring birodalmi légi marsorról készülő könyvet írni. Ez meg nem volt igaz. És hát aztán közben a jelentésekben nagyon jól jön ki, hogy hát Schuster Lóránt nem terjeszti a Mein Kampfot, nem ír könyvet a Göringről, és a többi. De azonnal a ellenőrzést vezettek be ellenem, telefonom nem volt, azt nem tudták lehallgatni, de azt meg tudták csinálni, mert arra volt kapacitásuk, amit az előbb elkezdtem, hogy a Fővárosi Művelődéshez körtermében játszottunk, és a jelentésben az áll, hogy az ott lévő emberünket, aki be volt építve, ezek szerint volt egy emberük főállásban, megbízták azzal, hogy mikrofonozza be az öltözőt, hogy vajon miről ugatatnak a P-Mobil tagjai az öltözőben. Azért nem csak ott volt így. Nem csak így volt, a budai ifjúsági parkban is ment a szallag, meg minden. De szóval a lényeg az, hogy a Gyula ezt jelentette rólam.
Na most a féltékenységre, ugye, mert erről volt, hogy féltékeny erre vagy arra, az a helyzet, hogy nem csak a P-mobilról jelentett, az István a királyról jelentett, a kopaszkutya filmről jelentett, tehát amit látott, hallott, mindenről jelentett. Tehát nekem megvan a Wiki, nem csak a Wikidán best of, hanem a Wikidán összes megvan. Azért az... Igen, erre büszke vagyok. És előfordult az, hogy valahogy az IRI, vagy az Országos Rendező Iroda, vagy bárki úgy szervezett volna koncertet, hogy Dinamit és P-mobil együtt, vagy P-mobil és P-box egymás után, tehát ilyen előfordult a történelemben? Vagy te ezt azért kikötötted, hogy... Hát de, hát ennek ez gyakorlatilag a... Körülbelül olyan, mint hogyha most... Jó, lehet, hogy nem ez a legjobb hasonlat, de hát most miért szerepelne a Lewis Farmer együtt a Trappernal? Olyan volt, valami visszajelzés kaptál a mobilizma után, akár a Bencsiktől, hogy mondjuk a Főnix éjszakáját eljátsza úgy a Sáfár, mint ahogy hülye vagyok, a Sárvári Vili, mint ahogy ő tett, tehát hogy a volt zenésztagok az újra felvett és lemezen megjelent cuccokról mondtak valamit, eljutott hozzád valami, hogy tetszett neki? Én velük sem beszéltem, mert volt egy pillanat, amikor a Nemzeti Szálló éttermében megittunk ott fejenként, vagy 8-10 unikumot, meg hozzám a söröket. Kifizettem és mondtam, gyerekek, itt felállok, és a továbbiakban nem ismerjük egymást. Úgyhogy én nem fogom. Nem tudsz arról, hogy nekik hogy tetszett, mi tetszett? Nem. Hát biztos nem tetszett, de most... Menjünk picit más irányba. Itt ülünk azon a helyen, ahol többé-kevésbé, ha nem is itt született meg a csöves szubkultúra, de hogy itt volt a leglátványosabb jelenése, az szinte biztos. És arra lennék kíváncsi, hogy a P-mobil, amely zenekar talán leginkább köthető ez a ifjúsági szubkultúrához, és te annak itt vezetője, hogy látod, hogy született ez meg? Hogy volt ennek egy olyan genézise, hogy a Nagyfáról lejöttek a gyerekek, és belőlük alakult ez ki, vagy a, nem tudom, mondjuk a törökádi brancsa valahol itt a Belrakpart környékén, ők mentek át, ilyen progrokos gyerekekből lettek ilyen hard rockerek, vagy ez egyszerűen 76 körül a semmiből itt termett egy új szubkultúra, a bergendi sajtóval volt korszaka után, és vagy voltak előtt, ez egy fejlődési ív volt, vagy egyszer csak megjelent, mint hogy most, mint a megjelent az emo, nem tudom, ezelőtt 6 éve, és akkor mondjuk az a tömegkommunikáció hatására egyszer csak divat lett valami. Tehát a semmiből jött elő, vagy te fokozatosan láttad ennek a lépcsőfokait, ahogy végülis eljutunk 78-ig az aranykorig? Nem tudjuk kikerülni az akkori társadalmi helyzetet, de sokan azt mondják, hogy hát a rockzene ilyen, olyan, más már nem kell, így más a világ. Gyerekek, az a helyzet, hogy az egy egészen más társadalmi rendszer volt, más műszaki, technikai hátterek voltak. Tehát az egész korszak megismételhetetlen, mint az összes többi. Tehát ma már hiába keresed azt, ami a 60-as vagy a 70-es években volt. És most ennek nagyon sok apró részlete van, és a mai gyerekek már erre nem is emlékeznek, hála Istennek. De azért elmesélek egy dolgot, ami nagyon jól jelzi, hogy hogyan álltak a fiatalok az akkori helyzettel és a rendszerrel. Spencer Davis Group koncert a kis stadionban. Hát eleve elképesztő volt az akkor egy olyan zenekart hallgatni, amelyik játssza a Keep on Runningot, a Gimme Some Love-it és az összes többit. Szóval mindegy, elájultunk, sőt korábban a Millie Small is játszott Budapesten, kis stadionban, és a kísérő zenekar a VIP néven a későbbi Spooky Tooth együttes volt, elájultunk, olyan jók voltak, mindegy. És a lényeg az, hogy a koncert félelmetes volt azért, mert fölgyújtották a perecesnek a bódéját, egy lángoló perecses bódé rangát, dobszóval tök csend van, és hallottuk, hogy egy csaj elélvez. Tehát konkrétan elájult és elélvezett a zenétől. És hát jöttünk kifele, persze megjelentek a rendőrök a szőrös BMW-ken a lovakon, és lényeg az, hogy igen, akkoriban így hívták, és akkor elkezdtek a
kardlapozni, meg mindenettől, meg vonult a Tököli úton, és hát persze akkoriban úgy jöttek az emberek, hogy Lőrincről bejöttek 200-an, Sasamról 150-en, különböző brancsok, lakótelepek, így úgy, tehát nem egy-két ember volt, nem egy ilyen atomizált nemzedék, hogy itt amely senki nem ismer senkit, hanem jött egy brancs, és azok mind egyben voltak, volt vezérfarkas, alfahím, és a többi. És a többi, na most ezekkel jó, hogy kikezdtek, mert abban a pillanatban már ment a Csikarónak a seggére, szegény ló, ledobta a rendőr, mire felállt, addigra már nem volt se kardja, se pisztolya, se sokkája, se erőbe, se hatádik meg atyába. És menekült, na mindegy, persze akkor óriási balhé, verekedés, és ahogy a Tököli úton ment be fel a tömeg, törték be a kirakatokat, nem volt lopás semmi, csak törtek, zúztak, és közben üvöltöttek még, hogy lesz még 56. Már erről van szó. De ha kimentek a nagymuterről a temetőbe halottak napján, akkor a temetőben is hallok valami pata zajt, és még lovak bógráztak a temetőben, titkos ügynökök így mentek az időben, hogy megfigyeljék, hogy most akkor az öreg lányok mit csinálnak, tovább tesztek virágot. És ez egyrészt utáltuk a rendszert, tehát ez egy nagyon lényeges dolog, és a Bencsik bátyja is elmondta a Bencsikről szóló DVD-ben, filmben, hogy a Bencsik sajnos is utálta a rendszert, mint a szart. Ez nem tudom, hogy elég jellemző kifejezése, de minden esetre nem szerettük őket, és ebből adódóan ez az egyik viszonyítási alap. A másik pedig az, hogy reménytelen volt a gyerekek helyzete. Tehát az országban minimum 500 000, de lehet, sokkal több olyan gyerek él, akinek esélye sem volt, hogy lakása legyen, hogy normális életet éljen. Egyáltalán nem látták értelmét annak, hogy a szüleikhez hasonlóan dolgozzanak fityingekért a szocializmusban, miközben a nyugati segélyek nagy részét tovább küldik Kubába, Vietnámba, Kambodzsába, mit tudom én, mindenhova, ahova lehetett. És azt mondták, hogy amit keresnek, megeszik, megisszák, és koncertekre járnak, és jól érzik magukat. És mi voltunk az a kis sziget maguk számára is, tehát nagyon lényeges, nem csak a gyerekek számára. Mi voltunk az a kis szabad sziget ebben a bolsevik óceánban. És persze nyomták a süket dumát, amiről mindenki tudta, hogy nem kell komolyan venni, mert megjelent egy komoly jártás a tévében, és közölte, hogy nyugodjon meg mindenki, mert a benzin ára nem fog emelkedni. Most ahogy éppen ezt befejezte, fölpattant mindenki, sohattak tankolni, mert tudták, hogy másnap, vagy éjféltől drágább lesz, tudom én, a benzin, és megtöltötte a Maromharcol fürdőkádot, ilyen is volt, hogy emlékeztek, megtöltötte, majd rányított. És aztán repült egy fürdőkád mögött egy ürge cigivel a szájában. Mindegy, szóval pontosan tudtuk, hogy azt mondták, hogy balra elindultunk, jobbra vagy előre, akkor hátra. Tehát ez is egy nagyon lényeges dolog volt, hogy nem tudták megnyerni a fiatalokat. Na mindegy, Rajnak Lászlóról annyit kell tudni, hogy neki volt az országban a legnagyobb Lenin jelvény gyűjtemény, és erre nagyon büszke volt. És minden hónapban kellett vigyük neki egy üveg nagyon jó konyakot, és egy csocsót. Tudjátok, ami foci, az asztali foci magyarul, nem tudom, mire kellett nekik havonta egy csocsó, lehet, hogy elhasználták, intenzíven csocsóztak valamint, de hát tény, hogy volt érzéke hozzá, mert minket is, a BMW-t is lekötötte, már hát, hogy tetszik a közönségnek. Tehát ez a része rendben volt, meg az is mentségünkre szolgál, hogy nagyon kemény arcok jöttek a külvárosból, tehát keményen kellett tartani a rendet. Azt viszont nem tudjátok megmagyarázni, hogy miért nem engedték be nőket a budai ifjúsági parkban nadrág kosztümbe. Vagy miért nem engedtek nyáron ebbe a kínai szandálba, aminek tudjátok, bemegy a lábúj közé, a két ujjat közé, bemegy a pánt. Vietnámi papusnak hívták, csak zokniba. Hát most ez súlyos. Vagy mit tudom én, nem adtak szeszt, és akkor mi van? Hát megcsinálták a csöves koktélt, az 9,60 forint volt, azt hiszem, egy liter almabor, abból leítak egy decit, beleöntöttek egy decit diamos hósból, ezt főrázták, körbe ment, bementek, mosolyogtak, és kész, és utána leítak még két mosolyogt és padló. Hát most akkor, szóval mindenre volt megoldás. De visszatérve még erre, hogy a kilátástalan volt a helyzetük, és ebből a helyzetből akartak kitölni, tehát egész egyszerűen
több százezer ember nem volt hajlandó azonosulni azzal a rendszerrel, amiben élt. Dóri, de a kérdés az továbbra is fennáll, hogy miért pont 77-78? Tehát ugyanilyen kilátástalan volt 73-74-ben is, akkor viszont darabokra törted a szívem, sajtból van a hold, és mindenki táncikált a farba. Miért akkor? Mert mi jöttünk akkor, meg jött még egy pár zenekar, aki ezt kezdte gyakni. Hát nem csak minket fikázott le az Erdős Péter, hát a Török Ádámot az tipi vezérnek tartotta, ezért nem adott ki neki 10 évig lemezt. Tehát nem, de mondhatnék mást is, a műfaj, hogy nem volt hajlandó kiadni Hungária anyagot se, pedig abból adtak el később a legtöbbet a magyar hanglemezeltes történetében, talán Omega és Hungária, mert utálta a fegyver Mikit és kész. Tehát nem volt, semmiféle ráció nem volt abban, tehát nem volt szakember, egy baromarcú volt, és csak rosszat tudok a halál után is mondani róla. Tehát egész egyszerűen megjelentek azok a zenekarok, megjelent a P-Mobil, nekünk is voltak előzményeink, a Liversing, a Dogs és a többi, többnyire külvárosi bandák, a Radics Béla a különböző zenekarai, és természetesen az első körben kopíroztuk azokat a zenéket, amiket szerettünk, a Stones-t, a Yardbirds-et, a Pretty Things-et, az Animals-et, és nem sorolom még azokat az előadókat, akiket jónak tartottunk, és ennek a mintájára csináltunk magyar rockzenét. És természetesen miért szóltak volna arról a számok, amiket az Erdőség vártak tőlünk? Hát nem arról szóltak. És ők úgy gondolták, hogy majd lehet csinálni valamit, de a Rajnák László is azt mondta nekem, hogy minden évben ugye összehívták a zenekarokat, akiknek napja volt a parkban, és azt mondta Rajnak, hogy gyerekek, nagyon jó, amit csináltok, meg minden, és csak itt tovább, tehát valahogy művelni kellene ezeket itt a műsorban. Mondom, de Laci bácsi, hát mindegy, oké, fölmegyek, elkezdődik az ézé, lenyomunk egy számot, mondom, minden vízbe mártó test annyit veszít a súlyából, mint amennyi az által kiszorított víz súlya. Következik a Rolling Stones-tól azért. És aztán így jöttek, mert akkor még frissek voltak az élmények, jött fizikatételek, versrészletek, és a többi, és ömlött a művészet, a tudomány, a kultúra, a szám már olyan volt, mint egy tuborózsa, és viszont lejövök, és azt mondja, sütve gyerek, bár megint mit csinált, hát hétogom a pittyádat meg, de megint, de mondom, Laci bácsi, nem te mondtad, hogy műveljem őket? Hát mit műveljek azon a közönségen, a cigány csajon a hátam egy gyerekkel, vagy akit nem neveltek a családja, vagy az iskola, vagy a honvédség, nem sorolom még, azokat most két szám között neveljem. Hát legfeljebb annyit lehetne csinálni, hogy golfütő mindenkit lenyomnék egyet egyiknek másiknak, és akkor elgondolkodna. De egyébként meg mit? Tehát mi megjelentünk, és egymásra talált ez a két réteg, mert az a helyzet, hogyha mi nem zenekar vagyunk, akkor a P-Mobil tagjait se engedik be az ifjúsági parkba. Tehát mi azok közül valók vagyunk, akiket nem engedtek be az ifjúsági parkba első körben. Volt olyan, hogy téged nem engedtek be? Közönségként eleinte nem, ott álltam én is fönt a nagyfokállat. És mit kéne akkor megragadni az alkalmat, hogy beszéljünk egy kicsit szociológiailag is a külvárosi és a belvárosi társadalmi ellentétekről, hiszen azért te is a Salmi vagy, a P-Mobil jogelődje, a Gezaról is onnan indult, ha jól tudom, sőt a Habsburg, a legeslegelső P-Mobil formációkkal lehet ilyet így mondani. És óhatatlanul, ugye ez benne van a köztudatban, legalábbis a rockzene iparban, hogy azért a külvárosi zenekaroknak mennyivel nehezebb volt akár egy lemezhez jutni, de akár egy oriturnét, ha egyáltalán mehettek ilyenről álmodozni, vagy egész egyszerűen csak színpadra jutni és publikum elé kerülni. Kezdjük a családi háttérrel. Az a három zenekar, ugye, aki a Metro Hill és Omega, azoknak a családi hátterét végignézed, akkor ott mind egyetemi tanárok, ilyen-olyan ismertebb személyek vannak, tehát, és ebből adódóan az anyagi rész is egészen más volt, mint a Sashalmi Schuster Lorentér, akit a nagymamája nevelt föl. Tehát azért ez egészen más történet. Nem beszélve arról, hogy a külvárosban vad dolgok mentek, tehát a hivatalos zenekarok nem is nagyon éltek meg ott kint. Tehát amikor kijött mondjuk az Icarusba az Illés együttes, akkor az necces volt. Szóval ott Liversing játszott, meg olyan bandák voltak, akik kemény zenét játszottak, és hát jó, persze jött a közösség, de szóval vigyázni kellett, mert
de sőt még a külvárosi bandák között is, tehát mondjuk az Uránia moziban volt egy Liberzing Dogs vetélkedő, akkor ott a közönség egyik fele, mert ugye limitálták a jegyeket, bal oldal a Liberzingeseké volt, a jobb oldal a Dogsosoké. És hát ezek nem úgy öltek be, hogy kottával a kezükben, hanem mikacsök, boxer, homokkal töltött ólomcső, biciklilánc, és többi. Tehát ott ültek a szakértők, és akkor az volt, hogy most mindjárt eljátszott a Liberzing mondjuk a Yardbirds-től a Mr. Europe Benemann-el I című nótát, és akkor a Dogs azt mondja, hogy jó, hát eljátszottak, de most akkor hallgassátok meg tőlünk! És akkor hát ez volt a gizdaság, hogy akkor jobban játsszák, vagy nem. Hát ez, és persze a két tábor vicsorgott egymásra. Tehát a lényeg az, hogy a belvárosi gyerekek azok jobban szituáltak, meg divatosabbak voltak. Hát az én jelmezem, most már annak lehetne nevezni, amikor a Spencer Davis után elvittek a rendőrök és lefotóztak egy rendőrautó csomagtartójába tettek, mert már csak ott volt hely. Bevittek. Ott vettem egy nagyon szakadt Levi's Farmer, de az már Fold hátán, Fold Look, mint az a teljes izé volt. Valami alföldi cipő volt, a szokásos, akkor még Western Cheese-ban nem volt. És volt rajtam egy cream trikó, amit a nagyanyám csinált. Én lerajzoltam neki, hogy tehetsz ream, azt ő kivágta piros mászomból, beszegte, szépen rávarta a trikóra, és volt egy cream trikó, már a csodájára jártam a cream trikó. És akkor volt egy kifordított bekecsem, nagyon menci volt, nyáron bekecsben kifordítva. És a sashalmi vegyesboltban vettem egy olyan 3-4 méter kutyaláncot, és azt magamra tekertem. És így mentem a belvárosba, hogy ezt kapjátok ki. Nem ez a divat, ez egy szűk nadrág, bokáig ér, meg piros zomni, köcsögök. Azok meg tudod, hogy külvárosi bunkó, tufa, gyökér. Hát és aztán így megvolt a konfliktus. És Luri, ahogy megvolt a 60-as évek végén a külvárosi srácok és a belvár gyerekek között a konfliktus, ugyanúgy esetleg megvolt mondjuk rajongók között mondjuk egy piramisos nem bírta a mobilost, vagy itt egybe folytak a dolgok? Piramis együttes. Kétszer-háromszor volt közös buring, mindig megszívták, de nem kicsit, hanem nagyon. De amikor megjelent a lemezük, akkor kész. De nem is lettünk volna. És az így volt, akkor jött az Edda, azt is megfutatták. Tehát mindegy volt, hogy ki, csak ne P-mobil legyen. És akkor a szövegeiket természetesen a magyar fiatalok lelki életét az Esnagy István írta meg, meg a Horváth Attila, na mindegy. Szóval, mert ők tudták, hogy mire gondol a magyar fiatalság. És hát én, ti tudjátok, akkoriban én méregből, vagy bosszúból, vagy válaszként írtam meg az utolsó cigaretta című opuszt, mert gyakorlatilag az volt a dolog lényege, hogy megírták a két életemből, a munkáső egyik életem a fegyveremé, a másik a babámé, mint a hülyeségek. Nincs két élet, egy van, és mindegy. Szóval a lényeg az, hogy és ezeket a zenekarokat megfuttatták, és akkor ezek mindig nagyon népszerűek lettek pillanatokon belül, de visszatérve a piramisra, miskolci sportcsarnok, bent van 3000 ember, P-mobil lejátsza a műsorát, közönség meg csak üvölt, hogy mobil, meg a szokásos üzék, felszerelnek a piramisra, közönség mindig üvölt, kijön a piramis, még mindig mobiloznak, lemegy az első szám, még mindig mobil, Somla is levágta a gitárját, fölment az öltözőbe duzzogni. És akkor egy delegáció ment hozzá, és akkor szóltak a közönségnek, hogy jó, most már hagyjátok abba, most már ez a piramis, tudjátok őt játszani. Már ez háromszor volt ilyen, Kertészeti Egyetem, mindegy, szóval volt egy három ilyen buli, és aztán soha többet semmikor, de volt egy elég tételem, és azt akkor befejezem a monologot. Nemrégiben Hévízen játszottunk, és a piramis volt előttünk, és nagyon korrektül lejátszották a műsort. A mostani felállással. És aztán utána jött a P-mobil. Hát most, hogyha le tudnánk kottázni a különbséget, akkor ez egy komoly szimfónia lenne belőle, és akkor az egy elégtétel volt nekem, hogy a P-mobil számok nem arról szólnak, nem olyan zenéket csináltuk. A P-mobil ma is olyan, mint a cunami, tehát egy egészen más történetről van szó. Ja, mert itt tartunk,
nem akarok belépni. Nem a cunaminál, hanem a Playmobil piramis párharcnál. Ennél autentikusabb helyet nem is lehetne választani ahhoz, hogy kiderítsük, hogy mi történt 1978. május 1-én. Amikor Viki Rágyulát ugye mentő vitte el, és nem tudtatok fölépni, ugye volt egy tervezett piramis Playmobil közös koncert, az nem jött össze, csak a piramis játszott, a Playmobil pedig nem. Igen, hát a leges-legelső, most megint a hátteret világítom meg, Som Lajos professzor névén szinten 3x3-as besugó volt, ezt gondolom, hogy többen tudják már, és egy időben nem a zenekarával foglalkozott, hanem aranycsempészettel, ami adott időszakban legális volt, csak akkor ők ipari mennyiségben csinálták, és akkor már rászálltak, rájuk szálltak. És ezen a május elsői koncerten azt tudni kell, hogy akkoriban nagyon kevés normális cucc volt az országban. A mi ének felszerelésünknek egy része a Tabáni elkéti koncertre volt kölcsönadva. Egész konkrétan White a Box maga, sugárzóinkat mint adattuk az LGT-nek. Az érdekes az volt, hogy a Budai Ifjúsági Park már megtelt akkor, amikor a P.O.B. piramis koncertre kinyitották, de dugik. Véget ért a Tabán, és a domboldalról elkezdtek befele özönni az emberek az egyébként már tele lévő ifjúsági parkba, tehát nem volt jegyszedés vagy ami, hanem úgy képzeljétek el, mint ahogy a migránsok most a Csalagútnál nyomulnak, így beömlött 1000 ember, vagy 2000, vagy 5000, nem tudom mennyi, és kész. És a lényeg az, hogy a mi cuccunkat vagy széttaposták, vagy valami más dolog történhetett, de mindesetre elgondolkodható, hogy miután nem bíztunk egymásban, tehát a piramis bennünk, mi meg bennünk, mind a két zenekarnak a cucca föl volt rakva, össze volt rakva, ki volt próbálva, nekünk csak a magas sugárzókat kellett visszatenni, ami visszajön az LGT buliról. És a Somla is azzal ment el, hogy a technikusainak megadta, hogyha bármi történik a P-Mobil énekszájgal, még pénzért sem adhatja oda nekünk. Szóval ő elment. Ez mindesetre elgondolkodható, és akkor természetesen nem szólalt meg a cáj, nem tudni, mi történt, hogyan történt, ezt ma már nem lehet bizonyítani, és akkor a Viki Tárgyú lefölötti izgalmában el is ájult, tényleg mentőt kellett hívni, mert nem bírta az idegfeszültséget, de hát mindegy, ez is egy buli volt a sok közül, de az a helyzet, hogy nem sok babértelmet van a piramisnak már akkor sem, de mindegy, szóval mondom, meg volt az elégtétel ezzel a évvízi bulival. Ha már a koncerteknél tartunk, az is, annak is nagyon érdemes lenne utána járni, és most akkor meg is kérdezem, hogy a 70-es évek elején, ugye, amikor a Gezerról kifutott, illetve 73 május 1-én, amikor ugye P-Mobil nevet felvettétek, az is egy... Bocsáss meg, a kifutott szó az nem megfelelő, átalakult, betiltották a Gezerról nevet. Ezt akkor meséld is el, légy szíves. Mert ez most nagyon, de hát kifutott, nem, behivatott a Kessler Pál, aki akkoriban az országos a rendezői oda igazgatója volt, és azt mondja, a Schuster elvtárs üljön le. Hát ez már halmazati. Ízi, hogy Schuster elvtárs foglalja a helyet, hogy üljön le. Na mondom. Közölte, hogy nagyon jó a név, a Gezaró név. Fiatalabb a kedvéért, ez egy rovarírtó szer volt. A Colorado bogár ellen, magyarul krumpli bogár ellen használták. Bolhák ellen, csótányok ellen, és a többi, és a többi. És mi teleragasztottuk az egész várost Gezerről mindenhol plakátokkal, és egy ilyen nagyon morc bogár volt a plakátom. És hát a komcsik valószínűleg rossz néven vették ezt a dolgot, és a lényeg az, hogy megírta a Népszabadság, a Ludas Matyi, szóval mindenki ezt írta, hogy lehet ilyen néven játszani. Na mindegy. Tehát ott tartunk, hogy Schuster elvtárs üljön le. És úgy nézett rám, mint a kígyó a heti egerére. És azt mondja, Lóránt, ez a név ez nagyon jó, mert mindenki erről beszél. De ezen a néven soha többet egy másodpercig sem játszottak. Menjenek haza, találjanak egy másik nevet, köszönjem, ha itt volt, minden jót viszlát. És akkor választottuk az idegen szavak szótárából ezt a nevet, a Perpetuum Mobile, vagy angolosan Perpetuum Motion, és így lett P-Mobile, mert ugye ezt lehet leírni, és mindenki azt kérdezte, hogy ez a B, ez mit jelent, és mondtam, hogy nem azt. És a lényeg az, hogy így lettünk P-Mobil, aztán később csak mobil. Tehát ennyi kis
lábjegyzetet engedjél meg. Csak azért is, mert úgy tudom, hogy, azoknak a zenekaroknak, akiknek nem volt lemeze, nagy lemeze, azok kvázi önálló oriturnéra nem is mehettek, csak úgynevezett vegyes műsorokba léphettek föl. Igen, különböző dolgok voltak, de azért egy valami biztos, a zenekar jó volt. Kettő, a zenekart szerették. Ez már nagyon erős konstelláció. És a harmadik pedig, hogy a az induló Scorpio elé elvitt minket. És ebben volt a részéről számítás, ugyanúgy, mint hogy az Omega is elvitte a Richie-t, meg a Homo Plus Bandet, és nem sorolom. És mindig jó, hogyha, hogy egy jó zenekar van, akire odafigyelnek, aki divatos és a többi, mert itt több dolgot be tudsz hozni, egyrészt te vagy a jóságos, aki elviszel egy megnyomorított underground zenekart elhelyezett turnéra, másrészt pedig behoznak 1000 embert. Tehát az, ez így működik a dolog, de így mindenki jó jár. És a Ferenc Karesz elvitt minket egy 70 előadásos központi műsorba. Még egy szempont volt, hogy olcsók is voltunk, tehát ez is egy szempont. Tehát, nem volt az most az a rigázsitok? Ez most egy ilyen költői kérdés, de létszes nem. Azt hiszem idegenes gázsival kaptunk 150 forintot fejenként, vagy valami, és mindegy. És akkor odáig jelentkeztük egy csomószor különböző felvételekre, próbákra, és soha nem voltunk elég jók. És amikor ez lement ez az műsor, akkor megkaptuk a csoportos működési engedélyt, és gratuláltak a sikeres vizsgához. Hát egy hihetetlen egy tufa bagázs volt, szóval nem számított, hogy most jó vagy rossz vagy, valami. Ezek mind nem számítottak, és nem ők vittek el, hanem a Ferenc Karesz. De hát volt olyan is, hogy a Budai Ifjúsági Parknak itt egy egyszerű igazgatója volt, és azt mondta, hogy a P-mobil nem elég jó vagy valami, és a Ferenc Karesz ragaszkodott hozzá, és úgy tudtunk fellépni akkor itt a parkban. Utána Ori turné nem is volt? Nem, akkor jó darabig utána nem. Meg egyáltalán, szóval az Ori műsorok azok azért többnyire mások voltak. Szóval Balaton környéke, szóval olyan műsorokat vittek, amelyik ugye általában minden korosztályt érdekelt. Aztán volt, hogy nagyot ugrunk az időben, több mint 10 évet, 84 nyarán, az viszont azt mondom, hogy ifjúsági rendező iroda szervezésében, illetve te szervezésedben valójában, ez a hajó koncept, turné, amilyen hajóállomásokon léptetek föl, akkor már volt 84-re, már enyhült ez a dolog annyira, hogy akár te is beszállhattál egy központi szervezésbe, mert úgy emlékszem abból a pulzusadásból, akkor meghívott ugye a Módos Péter, akkor mondtad, hogy ez a te ötleted volt, és tehát akkor keresztül lehetett vinni egy ilyen nagy állami bulit? Nem volt állami buli. Most nem úgy, igen. Nem volt állami buli, de a lényeg az, hogy a bolsevikokat mindig meg kellett etetni valamivel. Akkoriban volt a világifjúsági találkozó. És az egyik technikusom, aki mai napig is nálunk van, a Géza, aki nagyon sok arhaikus tetoválást található, az ott dolgozott a folyamszabályozó és Kavics Kontroll vállalatnál. És azt mondta, hogy mi lenne, ha játszanánk, és hát mondom, hogyan? És kiderült, hogy vannak ezek a nagy uszájaik, ezek a nagy bödönök, amiben a sódert nyomják bele, és van nekik egy tanyahajójuk. És a tanyahajónak gyakorlatilag a teteje szinte lapos. És a tanyahajón meg szobák vannak, étterem van, tehát gyakorlatilag egy lakóhajó. És akkor azt találtam ki, hogy bithajót indítunk ki, a béke barátság bithajót. És aztán egy körülbelül akkora zászlót csináltattuk, hogy vithajó, mint egy A4-es, vagy valamivel nagyobb volt, egy A3-as méretű. Ezt láthatjuk a hajóra, azt már a hajó órától sem lehetett látni. És akkor kezdődött tovább a kanyhalás, tehát a szervezkedés. És akkor az ifjúsági magazin vállalta azt, hogy reklámozza, és akkor adtak nem tudom én 80 ezer forintot a kajára. A Fóka adott üzemanyagot és adta a két hajót. Akkor mit tudom én, és akkor nagy csinálatával elindult a vithajó. Hát ez gondoljátok, hogy nem sok közön volt a világifjúsági találkozóhoz, és egyáltalán pusztabacsi találkozó óta nem sok közünk volt a béke világtanácshoz és a többiekhez. Na mindegy. És az ötlet az volt,
fölmegyünk a hajókkal, és a vizen játszunk, a közönség meg a parton van. Igen ám, csak egy valamit felejtettek el, az Iriben is, meg egyáltalán mindenhol, hogy a Győr, Komárom, Esztergom vonalon, akkoriban még, amíg a Tóth barátaik nem terelték el a Dunát, addig az országhatár a Dunának a fő sodorvonala volt. Tehát gyakorlatilag a víz közepén volt az országhatár. És ugye a gyerekek megtudták, hogy ott fogunk játszani, és mind a két oldalon elkezdtek pozícióba menni. Gödröket ástak, sátrakat vertek, megszállták a csonka, akkor még csonka hidak, és a többi, és a többi. És kitört a pánik, meg minden, küldtek akkor egy technikus gyereket, aki rögzítette az egész utat. A gyerek azt mondta nekem, hogy az órán ne haragudj, engem küldtek, hogy menjek föl mindent. Mondom, jó, hát menjél föl mindent. És hát már eleve érdekes volt a dolog, mert ezek a rendőrkapitányok, akik ugye útközben voltak, városi kapitányok, hát ezek eleve utáltak minket, a rockzenét, a közönséget, és a gyerekeket csak úgy lefújták, tehát semmit nem csináltak, ott álltak a kordonnál, és így fújták le őket, mert ez volt a fejlevésük, hogy majd rendet csinálnak. De elsőleg érdekel benneteket, akkor erről beszélhetünk. De hát arra nem számítottak, hogy a mi hajónkon, tehát pontosabban a másik hajónak az oldalára, én föltetettem 6 darab ezres halogénlámpát, pirosat, 6 darab ezres fehéret és 6 darab ezres zöldet. És a Párkányi oldalon, a Csonkahídon több ezer magyar gyerek ezt látta. Piros, fehér, zöld. Piros, fehér, zöld. És üvöltött mindenki, és ezek még nem látták ezen az oldalon, hogy mi történik, mert az a hajó másik oldalán. A oltató hajó másik oldalán. És a rendőrkapitány azt mondta, hogy ő ezt nem is leállítatja, mert ez így, meg úgy, meg ahogy. Hát én megmondtam, hogy nem állok le. Azt mondja, hát akkor kikapcsolja az áramot. És hát hívták az elműt, és láttam, hogy Győrben, mert ezek a csatornán be lehet menni egészen Győr belvárosába. Odáig bementünk, ott a piasztéren, és láttam, hogy elalszik egy szektor sötét. Aztán a második, harmadik, a fél Győrben sötét volt, de még mindig játszottunk. Azért, mert a baromarcú nem tudta, hogy a hajóról kapjuk az áramot. És a keverőpult, ami kint volt a parton, egy drótkötélen oda még a 220 oda is ki volt véve, meg a jelkábel is, tehát gyakorlatilag mi önállhatók voltunk, hogy lekapcsolt a fél Győr, zenekar meg játszott. Nagyon-nagyon örültem neki, tehát végig ezek voltak a turnéban. De ez tényleg egy nagy ötlet volt, és én akkor szerettem volna a túlsó oldalnak is játszani, de a másik baráti ország, nem tudom, akkor még lehet, hogy Csehszlovákia volt, akkor már Szlovákia volt. Szóval a két baráti ország között ez nem fért bele, hogy játszom mind a két oldalnak. De hát minden esetben nem tudtak akkor már mit csinálni, mert akkor elindult, és akkor reszkedtek, hogy mi lesz. De hát azért több ilyen dolgot kitaláltunk, amiről utólag kiderült, hogy ezek elég veszélyesek voltak. Mondtál olyat is persze, amiről nem tudtam, ez is Tili lányként, ugye csak mint rajongó. Most is jól nézel ki. És hogy te egy kicsit más oldalról megvilágítottad, mert hát ugye még idősebbként nem hallottam olyan történeteket is, amely a 77 előttről, tehát amikor én nem voltam ebben benne. Úgyhogy nagyon érdekes volt, de igazán az volt itt van a számomra, amikor azokat a történeteket meséltek, amikben benne voltam én is. Hát hogy, de ez egy óriási dolog, hogyha találkozol egy olyan élő emberrel, aki ott volt. Mert jelent meg egy Gary Moore CD, pontosabban egy Greg Lake koncert CD, ahol a Gary Moore gitározott. És ebben egyetlen egy előadás volt Londonban, és én akkor pont Londonban 1980-ban ott voltam. Most kézbe veszed a CD-t, és ott volt mit tudom én 800 vagy 1000 ember valamelyik színházban, mert nem is tudom, hogy a Dominionban vagy valamelyik színházban, és kézbe veszed a CD-t, és azt mondom, hát az egyik üvöltő hang az én vagyok. Szóval ezek nagyon nagy dolgok, hogyha valami közös van. Konkrétan mikor romlott meg a kapcsolat? Mert azért a weboldaladon, a tiéden is, meg a hobóin is azért
meg hát az újságcikkekben azért lehet látni az adókapokat, illetve a labda dobálás. Tehát mi volt az a pillanat, amikor, és a másik meg az, hogy... Melyik volt elő? És melyik volt az előbb? Tehát hogy indult ez az adókapok? Igen, egy nagyon érdekes dolog egyébként, hogy vannak emberek, akik ugye nagyon nagy sztárok akarnak lenni, és egy idő után, mint a kutya vagy a róka, próbál megszabadulni a bolháitól, a múltjától. És mindenkit leépít, mindenkivel összevész. Erről Rozsa és Tamás is talán tudna mesélni, de a lényeg az mindenki, aki segítette, vagy ott volt a karrierje kialakításán, azokat mind leépít, és mind megtagadja, és a többi. Mi másfél éven keresztül vittük a Földes Lászlót, egy népszerű P-Mobile együttes úgy, hogy két Rolling Stone számot énekel magyar szöveggel. A közönség rühelte, a közönség nagyon nem szerette, a P-mobilosok utálták, nem tudott beszállni, nem tudott kiszállni, és hát nem sorolom, meg volt beszélve, hogy a Marecki a dobos föltette a doperőt, és azt mondta, itt az egy, és gyakorlatilag úgy kísértük le, mint hogy a romák bazsevának, így nézett az egész zenekar, és figyeltük, hogy mikor hagyja abba, és akkor kész, ennyi. Na most, ehhez képest egy idő után, nem tudom miért, elkezdett gyűlölködni, újságcikkeket jelentett meg az akkori Népszabadságban, az akkori Magyar Hírlapban is, de tehát gyakorlatilag mindenhol végig csak ott varolt. Akkor végül akkor egy cikkben válaszoltam, ami nagyon röviden vele kapcsolatban, utána már az ötödik cikket írtam meg, nagyon rossz indulatúan. De ugyanakkor meg az a kérdés, hogy miért írta akkor azt az életrajzi regényében, mi volt a címe? Homo sapiensben, köszönöm szépen, Homo sapiensben azt írta, hogy örök barátság, béke, és ott leszek, és mit szattad, minden, soha semmi, sehol nem volt ott, sehol semmi nem történt, viszont megjelentek ezek a cikkek, és akkor én elővettem Rákosi Mátyás emlékiratainak a második kötetét, és abban egy rövid idézettel válaszoltam neki, ahol Rákosi eltárs egy központi bizottsági ülés után közli, hogy Mező Imre, Földes és más zsidó eltársak megkeresték őt ilyen és ilyen probléma és a többivel. Csak azt írtam, hogy apák és fiúk, semmi nem változik. Ő akarja megmondani, hogy én énekelhetek-e vagy sem. Hát nekem sem zavar, hogy ő énekel. Vagy hogy egyáltalán, hogy jövök én ahhoz, hogy bármit is csináljak. Szóval ez egy képesség, és nagyon lényeges, én nem foglalkozom vele. Mit léptél arra, amikor megtudtad, hogy a sok évig barátnak, illetve kollégának titulált Wikidál a sötét oldalonál, hogy így ezzel kivagadt? Hát nem direktbe tudtam, mert én kikértem a megfigyelésekről szóló papírokat. Ön, amikor hozzá lehetett is érni, akkor... Nem, én annál ravaszabb voltam. Ugyanis én a szakmában különböző emberektől elkértem a jelentéseket, mert az enyémben kihúzták fekete fésztollal, és mindenkiében a sajátjára, tehát arról, hogy ő rájöhessen, kijelentett róla. De én elkértem a nagyferóért, és a nagyferóiban nem húzták ki azt, hogy Wikidál azt nyilatkozta, vagy azt írt a jelentésben, hogy voltam a sógoroméknál, miután a Wikidál a kékesi bajnok húgát vette feleségül, már meg is volt. Dalos ügynök lebukott. De én ezt a nagyferó papírjaiból tudtam meg. Vagy ugyanez volt az Arató András, aki Deiko néven volt besugó. Ott például úgy derült ki, hogy egy vele kapcsolatos anyagban, vagy valaminél az volt, hogy az Ifjúsági Magazinban, hogy ekkor és ekkor, egy ilyen és ilyen koncerten diszkózott az az ember, aki jelentett. Előkerestük az Ifjúsági Magazin vonatkozó számát. Ki volt a diszkós? Arató András. Bingo. Kész. Ilyen egyszerű. De én egyébként... Ekkor 30... még zenéltetek együtt? Tessék? Ekkor még együtt zenéltetek? Vagy már akkor már Wikidál nem volt? Nem volt. És amikor ezt megtudtad, akkor te mit léptél? Semmit. Hát ő se hívtad, hogy Gyula, vagy nem találkoztatok azóta? Vagy egy sötét sarokban? Mondom, egyszer, hát gyakorlatilag azóta nem. Mert, szóval akkor is, amikor megkereste őt az akkori, azt hiszem RTL klubban, tévében volt, kimentek, bevallotta, letagadta és a többi. Szóval az Urák Csaba is csinált egy komoly szerecsenmosdatást,
csinált egy televíziót, azért voltak ügynökök, mert a balé és a közönség, persze 103 ezer ember kellett foglalkoztatni a rockkoncertek miatt a BM-ben. És akkor miért volt a munkahelyeken, és miért volt a szerkesztőségekben, és nem sorolom, mint mindenhol ott voltak az emberek. Szóval ez egy süket duma. Egy vidéki kérdést, hogy Budapest helyett vagy mellett mik azok a városok, amelyeket szerettek, és miért? Kaposvár, nagyon szeretjük, szépek a lányok is, meg egyáltalán, szóval nem, vannak városok, ahol jobb a helyzet, vannak, ahol... De vannak hozzá sztorik, ami által komályátok Miskolcot, Kaposvár. Hát egy időben azt hitték, hogy mi Miskolci zenekar vagyunk, főleg amikor a Miskolc című számot megírtuk, azt hitték, hogy mi miskolciak vagyunk. Mostanában szoktam úgy konferálni a Miskolc című számot, hogy hallgassátok meg a legjobb ebben a számot. Szóval nem, hát az a helyzet, hogy órákig lehet, sőt napokig lehetne mesélni történeteket. Kaposvárra úgy tudtunk először lemenni az ifjúsági parkba, hogy lementem vonattal, az utolsó vonat elment, és az akkori kiszes, aki szervezte a parkot, azért vett meg minket egy bulira, mert megsajnált. Azt mondja, most hogy mész haza? Hát mondom, megvárom a reggeli első vonatot. És addig mit csinálsz? Hát mondom, addig ülök egy parkon. És ezért kerültünk Kaposvárra, majd aztán hosszú éveken keresztül ott játszottunk, azt hiszem, hétfői napokon rendszeresen. Mondod ezt a két lány számától, a nagy teróban volt ez a közös baráti csevegés. Nem volt gruppen szexem. Nem volt gruppen, például az a kérdő, ahol mondjuk a kopaszkuk jelent, hogy hazamentünk, az a valós lakásnak volt, hogy a szeretnők, akik mondjuk nem az emészek voltak, hanem a csajok az autóhatáról, akikkel végig kerettetek, azok tényleg közi szereplők voltak, vagy csak színészeknek? Nem, a közönség egy részének az agyában összekeveredett a valóság a fikcióval, tehát a mesével. És azt tudni kell, hogy a forgatókönyvíró, Kardos István, aki azóta már sajnos nem él, több tucat kazettát vett föl, tehát olyan, mint hogy most beszélgettünk, én is elmeséltem neki. Tehát az, hogy a Bill fölírja krétával, kőbánya minden ház, hogy Bill a király, ezt tőle nem hallottam, mert a Bill ezt csinálta. Akkoriban nem volt internet, fogott, vett egy zacskó krétát, és kiírta, hogy Bill a király. És mindenki kérdezett, ki az a Bill? És melyik országnak a királya? Szóval, és gyakorlatilag egy csomó dolog megtörtént, de természetesen úgy egész évben ez egy kitalált zenekar volt. De hát ennek voltak esetei is, amikor a Tabánból forgattunk, és engem már megcsináltak a sminkesek, mint amikor összevertek volna az Egonék. Kék minden tampon, szem alatt, itt belül is, hogy szám ilyen csókosra meg volt csinálva, mint hogyha így áll a szám. És jövök ki a sminkes lakókocsiból, és jött három gyerek. Dórikám, ki volt a szétverő? És akkor mondtam, kivettem a markát, kivettem a voltat a számú gyerekek, és csak mi a jó van, de hát az emberek mindent elhisznek, hogy filmekben a lefejezés, meg minden igazi, de hát jó mindegy. Szóval nem, ez egy mese volt, és ebben a mesében nagyon sok dolog megtörtént. Például az a ház, amit láttak egy Alád utcában, én is egy ilyen romhalmazban laktam, Bécsi a folyosó végén kint, annyira nem volt pénzem, hogy egy gumimatracon aludtam, akkor még nem volt ágy, az már csak később volt, mikor a nagyferő jött, akkor már fejlesztettem a kéglit, de egy gumimatrac volt, és azt éjszaka egyszer-kétszer föl kellett fújni, mert mindig leereztem. A villanyt kikapcsolták, mert nem tudtam fizetni a villanyszámát, viszont a WC-ben volt, úgyhogy ott írtam a szerződéseket, ott olvastam minden, a WC-ben nagyon jó, hát tényleg nem annyira. De szóval ma már ezt az emberek el sem tudják képzelni, hogy milyen 2 forintosokkal a falzsebedben telefonálgatni, vagy postára fölhívni egy vidéki várost, és szervezni egy zenekart. Nem voltak autópályák, nem voltak benzinkutak, szervizek, nem sorolom. Szóval népi hősök voltunk, 10 éven keresztül évi 320-330 előadás, tehát 10 év alatt biztos, hogy csináltuk 3000 koncertet. Na most ez ma már, ez a mostani gyerekek 3 buli után már meghalnak. Létszeres volna meg nekem azt a 3 koncertet, ami azt mondod, hogy már megérte élni. Ezért a 3 koncertet, illetve akár elküldenénk a Marsra. Mi az a 3 lemez, amit magadra tudunk? Figyelj, de az ember a legtöbb dolgot azt a fejében, meg a szívében cipeli magával.
Hát nem hiszem, hogy egy, persze voltak koncertek, amikor jó játszott a zenekar, sokan voltak, nagy siker volt, megkaptuk a gázsinkat és a többi. De hát ez is hozzátartozik. Hát a Budapest Sportcsarnok nyitó bulián az akkori igazgató, vagy nem igazgató volt, hanem a rendezvényszervezés főnöke, Lehel László, az is érintett volt különböző ügyekben. 7000 forint gázsink volt, és azt sem adta oda. Na, ennyit erről. Na, tehát visszatérve, hogy mi az, ami kedvenc. Az egész volt a szép. Szóval ebben az az óriás, hogy valamit elkezdtél csinálni, és azt szeretted, és nagyon fontos az, hogy a P-Mobil életéhez, a P-Mobil közönsége hozzátartozik. Mi együtt vagyunk egy csapat. És ez nagyon fontos. Tehát nem hiszem, hogy mi divatzenekar lennénk, vagy lettünk volna. Habár lehet egy időben azok is voltunk, mindegy. De nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy nagyon sok ember életének a részévé váltunk. És ez, ha nekem nem hiszitek el, akkor John Lennonnak elhihetitek, mert azt mondta, hogy az ember annál többet nem tud elérni egy ilyen zenekarral, mint hogy egy generáció életének a részévé válik. És ez nekünk sikerült, ennyi.